Na nézzük meg, hogy itt van egy ilyen tejkóstoló szalon, de még mielőtt a tejkóstoló szalon, nézzük csak rá erre a nevezetes dologra, hogy is van ez a izé, hogy édesfiam, nincs ez már meg? Én itt gyerekeskedtem? Hát engem ez zavar, tehát most itt ez a légi fotón, itt van a templom, itt van a tó, és húztam egy egyenest. És itt vanni. Megvan. Méghozzá a világ egyik legnagyobb kerti pavilonja. Olyan, mint egy vasúti kocsi, olyan hosszú. Itt van. Csak be van falazva a portikus, de az oszlop főnek a pereme az kilóg. És azt mondták, hogy gombüzem. Hát én is azt hittem, hogy valami ilyen 1910-es neoklasszicista valami. De aztán jobban megnéztem, mondom, hát ez mégiscsak akkor ez a pavilon lehet. És akkor kértem engedélyt, hogy engedjenek be. Hát kiderült, hogy négyszög oszlopos. Na az Ibül csinált négyszög oszlopos kúria homlokzatot, meg a babaházat alcsúton azt is négyszög oszloppal csinálta, sőt a Schinkel is, aki a németeknek volt a nagy klasszicista építésze. Az Ibül ugye itt gyerekeskedik, tehát ő Fóton lakott vagy 7 évig, tehát mondjuk egy csomó családi házra is rá lehet mutatni, hogy melyik épül. Az más kérdés, hogy aztán ki, mikor, miért akarja azokat lebontani. Tehát itt van a klasszicista oszlop, és akkor hát ugye befelé, kérem szépen, hát ezek azok a kincsek, amik nagyon fontosak. Most itt megvan a márvány talapzat. Csak az történt, hogy ide WC-ket építettek egy férfi meg egy nő, ez van kocsma lett, és ugye a kommunizmusba, és akkor befalaszták ezt az oszlopcsarnokot a WC-knek, sőt itt még a WC-nek a lefolyó luka is megmaradt, de már a WC-csésze nincs meg. Na hát szóval ilyen dolgok történnek szűk egy hazánkba, és akkor itt valószínűleg nagy ablakok voltak az előcsarnok felé, ami szintén be van falazva. És hát itt van most, ugyan nem a katolikus templommal, hanem a református templommal metsződik össze, de az is valószínűleg íbül, csak mivel a katolikus templom olyan pompás, erről nem nagyon beszélnek, de ugyanolyan ablakok vannak rajta, mint mondjuk a Szent István bazilikának a lábazatában, ahol a levéltár volt, meg mit tudom én. Tehát egy csomó minden tök azonos, vagy a torony ablakok olyanok, mint a Füzéradványi kastélynak a tornya, tehát az is íbül. Tehát szóval nagyon, hát ilyen nagy kerti pavilon nem szokott lenni, tehát olyan körülbelül ekkorák szoktak lenni, ez meg ilyen hosszú, hogy mi volt ez? Lehetett volna színház, táncterem, valami. Volt egy klasszicista kapusház, ez a parknak a déli részén van, ez ugye a lakóparki területen volt. Nos, hát ezek a négy oszloposoknak egyik nagyon jó példája, bár ezt ők biztos nem látták, mert ez a Nagy Sándor apjának, a Filipposznak a síremléke is, hát ezt nemrég ásták ki, ez azért nagyon híres, mert ugye megmaradtak a színek, ugye ezek színesek voltak. Na ez például a Gotai kastély alsó parkjának egy kerti pavilonja, egy picike szoba van mögötte. Ugye ez is tóval metsződik össze, hát ezekről sokat lehetne mutatni, csak néhányat. Na ez az, aminek négyszög oszlopa van, ezt a híres Schinkel tervezte, a porosz királyi nyári rezidenciának az egyik kertjébe egy római épületet. Ez az most azon a képen nem jól látható volt, de itt is négyszög oszlopos. Ez 1830 körüli, hát az Ibül féle dolog az is 30-as években készülhetett. Tehát ő ugye 18 éves korától számította a szakmai múltját, és hát ugye született 14-ben, tehát akkor már 32-ben ő már dolgozott, és valahol itt kezdte a Károlyiéknál, mert Pesten nem kapott C-tagságot. Ezt az Ibül tervezte, ez az alcsúti babaház, a gyerekeknek volt a parkban egy ilyen jó pofa dolog. Ez is négyszög oszlopos egyébként. És hát ez viszont azért érdekes, ugye ez a Weimári nagy kastélyparkban van, ahol nagyon sokat megfordult a Goethe. A Goethe-nek a háza itt a háta mögött van egy ilyen kerti pavilonja. Ez a mi szempontunkból kétszer érdekes. Egyrészt az, hogy milyen szép belülről egy ilyen kerti pavilon, hogyha rendben van tartva. Ráadásul ez kétszintes, tehát egy ilyen lejtőnek a szélén áll. Másrészt a timpanomban
van egy szoborcsoport, ami viszont olyan, mint a gödöllői, babatpusztai tejkóstolónak van a homlokzatán ilyen sok szobor, ami most éppen házik szét. Hát ilyen belülről egy ilyen pavilon. Na most hát ugye itt föl kéne tárni, maradt-e benne, mi maradt, stb. Megtudni, hogy mi a csuda lehetett. Hát aztán én szóltam Károly László úrnak, hogy hát kérlek szépen, mégiscsak megvan az a pavilon, méghozzá nem is olyan picike, itt volt az orrunk előtt. Aztán hát én nem akartam elhinni, aztán egyszer összetalálkoztunk, a benzinkutat pont szembe volt, mondom, ide néz, ez az jó van akkor. Hát én őt ismertem, mert a füzéradvány ugye rám volt bízva, és az is az övéké volt, úgyhogy még a 90-es években rengeteget voltunk együtt. Dugtuk össze a fejünket, hogy mit legyen. Na kérem szépen, hát ez a weimari klasszicista kerti pavilonnak a belseje. Na kérem szépen, akkor itt lesz az, itt nincs, ugye? Ez egy 1842-es térkép. A kerti pavilonunk rajta van egyébként, az itt van, ezen látszik, ugye ez az. De a tejkóstoló nincs meg, csak az egész tehenészet van meg, mert itt van a tehénistáló, ez a tejfeldolgozó, és itt van egy magtár. Ugye? És akkor ez a borház. Ugye, és itt egy olyan ház volt, amiben most már elbontottak egy részét, és itt van az Orci féle kiskastély. Ez lehetett a huszároknak az őrzőpontja, Károlyi huszárok, a másik pedig itt fönt. Ez a két ilyen Károlyi huszár. Most is lovagolnak Károlyi huszárok egyébként. Tehát ez viszont az a bizonyos kataszteri térkép, ahol be volt a pontosan a zöldek kontúrja, meg minden, csak kiszíneztük. Tehát kérem szépen, ugye ez a tejkóstoló, ez így szembe volt. Most ide beleépítették a nevelő otthont ide, úgyhogy most nem nagyon tudom, hogy fog összelátszani. De hát most le kéne majd vágni a nevelő otthonnak egy részét, és lekeríteni, és akkor ők élnek boldogan. Tehát ezek a nevelő otthoni házak. Ugye itt van a tejkóstoló, ugye ez a magtár, ez a tehénistáló, és itt volt a tejfeldolgozó. Itt volt két vendégház, állítólag az egyik belakott az évből, nincs kizárva. És hát kérem szépen, nézzük akkor meg ezt a valamit. Hát ez szerepel az ábrán, ez egy íbül munka, egy korai romantikus, hát ez olyan 1850 körüli, amikor készül a templom is. Nagyon szép felüllektől rács ablak, és egy nagy domba bolcozat van bent, tehát a bolcozat belülről. És hát itt föl is olvasnék ehhez egy rövid néhány sort. Szóval, hogy a fejőtét is találunk ott, ugye ez fótról. Egyébként úgy kezdődik a történet, hogy a Pest környéke, és Pestről legelső kirándulásunkat fótra tehetjük. És akkor itt leírja, hogy milyen szépeket látunk. Ma tilos fótra kirándulni, mert minden el van dugítva, tehát kivéve a templomot, azt meg lehet nézni. De a kastély parkban már ott minden őrzésben, meg mindenben, szóval nehéz bejut. Tehát a fejőtét is találunk ott, az igen tisztán tartott istálóhoz, melyben gyönyörű svájci tehenek vannak, kényelmesen, bérendezett terem csatlakozik, hol reggelizni lehet. Ugye, tehát ezt írta ez az úti könyv 1859-es, ez ugyan faksimile, de robok metszetek ugye ebbe voltak. És hát kérem szépen egy pillanatra belekukkantunk. Hát itt meg van falazva ez a boltozott nagyterem. Üres meg, nem használják semmire. Ugye? Nem légrett védetté nyilvánítva. Itt van egy kis oldalsó teremke, gyönyörű spalettával. És volt egy másik, valószínűleg ebbe volt a kis előkészítő konyhája, tehát amikor felszeletelték a sajtot, meg ilyesmi. Egyébként ilyen tejkóstoló, szóval ez minden komoly helyen van. Ez például a Potsdam-Sanssouci Páva-szigetén egy tejkóstoló szalon 1790-ben neogotikába kifestve, és hát ezt mivel akkor nagyon szerették a romokat, ez a romantikának a kora, ugye, csináltak egy ilyen műromot, ez volt az a terem, amiben az előbb voltunk. És hát itt is van három ablak fölötte, mint ahogy ott a fóton, de hát a fóti az egy 50 évvel későbbi, ez a fóti magtár, ez egy ilyen kis majorság, mindenféle célra van használva, hozzáteszem. Csak arra nem, ami nem. Ezek meg, ez meg üres. Na, ebbe lakott az Ébül Miklós talán. Na kérem szépen, itt átmegyünk a borházhoz, itt van szembe vele, tehát itt voltunk ebbe, itt a borház, az is be van zárva. Képzeljenek el egy 300 négyzetméteres termet. Még lakodalmak is voltak benne, jelenleg ki van belőle
szakítva az összes villanyvezeték, és használaton kívül van. Ezt is biztos az Ybl készítette, ezt onnan lehet látni, hogy jellegzetes az Ybl-nél egyfajta, ez a szegmens ív, amit ő használt, ugye ez alatt van az óriás pince, és hát volt egy nyilván egy felső épület is, Présház ez az amaz, és nagyon szép ez a négy oszlopos, csak le van simítva, tehát itt az oszlopokról leszették a díszítést. Ugye itt van az altemplom, a fóti altemplom, itt vannak a szegmens ívek, ugye, ami nyilván ott is a profil leverték, csak ugye ez, erről beszélek, erről a bejáratról, ez a lépcső feljárat, és itt van egy ugyanilyen, ez a festet is borház, Vonyarcvashegyen, tehát ez Keszthely mellett van, ezt viszont használják intenzíven, ez a fóti bezárva, és itt mutatok egy kúria homlokzatot, ami ugyanazon a alagi telken van, amelyik az a templomrom is van, aminek a szentélye megvan, csak ennek is a tetej hiányzik, tehát ez egy lapos tetős Ybl kúria, itt az Ybl évnek a, ugye 14-ben volt az Ybl év. Hát kérem szépen, ilyen kis oszlopfő is van, de itt is négyszög oszlop van, mint ahogy azt már az előbb tárgyaltuk, ez megint Vonyarcvast, egy Festetics borház, tehát ugyanez a műfaj, csak a Balatonnál így van, ez pedig itten Fóton így be van csukva, és be is megyünk mindjárt, itt van az óriási nagy pincéje, 300 négyzetméteres terem, az nagyon nagy, gondoljanak arra, hogy a Gödöllői kastély nagy terme a 168 négyzetméter. Ugye? Tehát ez egy 300 négyzetméteres terem nem nagyon létezik, de ugyanakkor az ő nevén bizonyos borok is forgalmazódnak, hogy jobban el lehessen adni. De szóval mondjuk meg lenne a kultusza ennek az ügynek, ez a Károly László féle bor történet, itt van leírva, írd meg, hogy íz lett meg minden, itt meg föl is szólít. Ez a dugó, ilyen pecsét viassza, minden nagyon klassz, kóstolja meg és írja meg, ugye itt van a kóstolja meg, és kérem a véleményét, ugye? Tehát lenne is bor is, meg pince is van, és ez egy ilyen nagy boros ország, ugye, ahol az ország egyik legnagyobb borháza be van csukva. De hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy milyen a Gödöllői borház, az megint ugyanekkora szégyen. Ugye, tehát, na menjünk tovább. Itt most ez a kép azt mutatja, hogy itt van a templom, hát a templomba egy pillanatra benézünk, már csak azért is, mert egy Ybl munka és a kastéllyal szoros kapcsolatban van, és hát ennek az egyik fő funkciója az, hogy ez egy ilyen párizsi Notre-Dame utánzat egyébként, egy kicsit románkor, egy kicsit bizánc, ugye a bizáncnak van ilyen nyújtott íve, hozzáteszem, hogy majd, hogy nem ugyanaz a játék egyébként, mint a szentély kis tartsán, ugye csak az alaprajzba. És hát hátulról nagyon szép, amikor a kis tornyokkal együtt látszik. Egy kicsit olyan, mint a Szent István bazilika, az is úgy van megcsinálva, hogy hátul két rövid torony, elől két nagy torony, de eredetileg négy egyforma volt, csak az Ybl lebontotta a Hildféle tornyokat. És hát a belseje is nagyon pompás, de ez éppen azt hiszem egy nagy pénteki szertartás közben sikerült lekapni. Ezek a nagyon komoly ikonográfiai képek. Szóval egy nagyon gazdag, és tulajdonképpen amikor az Ybl-nek évfordulói voltak, és hát nagyon sok házat tervezett, legalább 80-at, de az öt legfontosabb ház között mindig felsorolták a Fóti templomot. Ugye, tehát az operaház, meg a várkert épület együttes, ugye, meg a bazilika, meg a vámház, ugye ez az öt legjelentősebb Ybl épület. És hát kérem szépen, hogy minden részlet meg van rajzolva, akkor az Ybl itt élt Fóton. És itt is volt az esküvője 51-ben, úgyhogy kérem szépen minden részletre odafigyelt. Ez a föld alatti kripta, itt vannak a sírhelyek, itt oldalt. Ugye, tehát ugye a háztartáshoz ezek szerint ugye tartozik tehenészet, tartozik ilyen narancsház, tartozik egy borház, ugye, meg egy templom, ugye, ahova temetkeznek. Ugye korábban a rendi templomokban, tehát ilyen, mint tudom én, a kapucínusoknál, stb. Itt már ugye a rendek feloszlatása utáni időszakban
már inkább a plebániákhoz kapcsolódott. Ez egy Pietra Dura, egy márvány intarzia, márvány inkusztráció. Ezt Firenzéből hozatták. Ma is működik ez a firenzei valami, egyébként 16.-17. századi valami ipar. És hát itt egy plebánia, meg egy iskola is épült, tehát ez egy ilyen nagyon szép építészeti együttes a fóti föntről. És hát ugye az íbből ezt a romantikus oromzatot használja, egyébként angol dolog, ez azért van ez a pöcök itt, ez a szögletesség az oromzaton, mert ők a két ablak közé teszik a kandallót, és ott jön ki a kémény. És akkor íbből áll elő ez az angol forma, amit aztán így a romantikában használnak. Na kérem szépen, van még egy major, ez a bizonyos Sikátor puszta, ami egy íbül remek mű, és ez a sok piros, ez mind íbül, ugye? Nincs védetése nyilvánítva, és az ős káosz van itt. Ezzel valamit majd érdemes kezdeni, tehát ez olyan helyen van, ugye fóton van ez az Osán, nem tudom mennyire ismerik, tehát az autópálya rögtön ott van mögött egy gyalogra. Itt van egy híd is, tehát itt van az Osán, ugye ezen a ponton, és akkor itt már lehet menni, és ott vannak. És hát kérem szépen, itt van a kis híd. Ezt a kis hídat egyszer az autópályán egy olyan autó elcsapta, amelyik nyitva felejtette a billenőjét. Ez éppen rég volt, és akkor ezek teljesen elszigetelődtek, mert valami eszméletlen körrel lehet menni. Tehát itt vannak ezek a gyönyörű istálók. Ez egy nagyon komoly tejüzem volt, aminek nagyon szép teljes üvegjei is maradtak fenn, még a mi lakásunkban is van otthon, úgyhogy azokat le is fényképeztem. Mert ez is jellegzetes íbből valami. Tehát ilyesmire is kell figyelni. Tehát ugye a legklasszabb dolog egy ilyen szakmában a felfedezés. Tehát örülünk neki, hogy a többiek ezzel nem foglalkoztak, akkor nekünk is van mit felfedezni. És hát akkor persze aztán valamit kéne vele csinálni, de most itt minden építkezés engedély nélküli, egy helyrajzi számon van, és ha valaki akarta legalizálni a saját építményét, akkor mondták, hogy azt nem tudja, mert csak nem tudom, mindenkinek az aláírása kéne hozzá. Meg szóval rettenetesen bonyolult történet, de minden esetre valahogy ezt állami tulajdonba kéne venni és rendbe tenni. Na, itt van a gróf Károlyi László fóti uradalma teljes tej, az azt jelenti, hogy nem lefölözött tej, ugye? Tehát még a tejföl is benne van. Hát ez viszont egy magyar szövetkezet, itt van egy 1 literes, meg egy 1,5 literes teljes üveg. És hát kérem szépen, itt meg lehet nézni közelebbről, a Károlyi címer közepe, a karvai is ott van, és hát ez pedig egy ilyen, de azt hiszem, hogy a köztisztviselőknek ez egy Károlyi, és hát volna a magyar címeres, az pedig egy akkori készült másik változat. És hát ez ugyan a Károlyi Imréjé, ő neki Nagymágocson volt az uradalma, de valami ilyesmi lehetett a Károlyi László féle flotta, akik a tejet szállították. Most kérem szépen, itt van egy tó, amit ugye senki nem tudja, hogy mikori. Hát én a középkori oklevelek meg határjárás alapján a Báthori családhoz kötöm, tehát ugye a Báthori Miklós volt a Váci püspök, azért volt ez, de előtte meg talán a Báthori Lászlóé, aki ilyen pálos szerzetesként, és van, aki boldoggá avatottnak mondja. Ez egy nagyon izgalmas történet lenne itt, és a maga a Somló egy is a Báthori Lászlóé volt. Egyébként a Báthori László meg a Hunyadinak is részt vett valamilyen csatájába, és itt van egy olyan hely, amit úgy hívnak, hogy Sátorhely, a Hunyadi János így gyűjtötte össze az embereit. Na most ez a bizonyos dolog, ugye itt volt a kastély, park, ez a kastélypark, ugye? És ez a tó, ez itt van körülbelül, és itt van a fóti csárda. Hát azt én ugye a Békés megyében, amikor rám volt bízva, egy csomó csárdát én a katonai térképbe beazonosítottam, és védetést nyilvánítottuk. Tehát mondjuk Kondorosi az ugyan nem volt védett, de ismert volt, de teljesen be volt csomagolva. Úgyhogy kérem szépen, itt van ez, és akkor hát először néztem légifoton, kimentem, hát megvan a ház, csak nem használják, hanem ilyen egy nagyon jó kis kecske, tehén, tej és sajt uradalom van ott, nagyon jó nénivel meg családdal, és hát ők éppen a személyzetnek adták bele a helyét. Aztán adtam nekik, én írtam a Kondorosi csárdáról egy szöveget, hát itt lehetett látni a légifotón, hogyha ez most jobban lehet látni, hogy megvan, de valóságban is megvan, ez picike.
Ugye a csárdáknak az volt a funkciója, hogy volt egy egészségügyi törvény a Mária Terézia alatt, hogy nem volt szabad állatot lakott területen végighajtani. Most, hogy ezek a hajtók ugye kapjanak enni, inni, aludni, stb., ezért külterületen létrehoztak egy csárda hálózatot, olyan, mint az autópálya vendéglő, ugye? Tehát ez is van. És hát ezekből egy része, mit tudom, megmaradt vendéglőnek, egy részét lakásnak használták, vagy tanyának, a harmad részét meg elbontották. Körülbelül ez a statisztika Magyarországon. És mivel ugye ez már uradalmi épület volt, ezért a néprajzkutatók nem foglalkoztak vele, de mivel olyan népiesnek nézett ki, ezért a művészettörténészek foglalkoztak vele, úgyhogy ez egy ilyen teljesen szabad teret, meg lehet mit felfedezni. Na hát én aztán adtam nekik a Kondorsi csárda egy füzetet, aztán később nem mentem vissza hozzájuk, hogy mit döntöttek, hát ez az ő döntésük, magántulajdonban van, hogy itt egyébként termelnek, olyan finom sajtot lehet náluk venni, kecske sajtot, meg mindenfélét, meg friss tejet is árulnak, amit én nem mertem venni, mert mondták, hogy ahhoz külön gyomrot kell készíteni. De minden esetre lehetne egy ilyen tejkóstoló szalon benne, mint ami volt ugye a Károlyinál is. Hát aztán, hogy döntenek, nem tudom, tehát vannak szép teheneik, azt mondja, hát egy volt, most már 18 van, és hát a birka van, illetve a kecske van, vagy 70 darab, úgyhogy az rendesen van. És hát ez tulajdonképpen olyan, hogyha itt valaki tovább megy, akkor a Veresegyházi Maci Parkra jut rögtön az utca végén. Na kérem szépen, a csárdák ezek engem mindig izgattak, és ugye van ez a bihari féle ábrák, de mások is festettek ilyeneket, ugye nagyon fontos a kármentő, meg a bubos kemence, meg muzsika, meg ilyesmi, és ezek a ilyen piskóta-szerű székek, ugye. És hát kérem szépen, annak idején, amikor ugye, hát ugye Békés megyel foglalkoztam, hogy Szarvas és Békés Csaba között van a Kondorosi csárda, és mondták, hogy hozzányúlnak és átépít. Oda szaladtam, nem volt védett egy nyilványfő, mert úgy be volt az egész csomagolva, hogy egy fotót nem lehetett őt csinálni, ami alapján védetté nyilvánítják. És akkor hát oda mentem, és kiderült, hogy mindent szét akarnak verni. A két homlokzati ablakot összenyitják, az lesz a bárpult, az ivóba lett volna a zuhanyozó, meg lebontják a vendégszobákat, és mert hogy a szódás összevizezte a falat. Meg szóval valami barokk kájafülke volt a vendégszobához. Hogy gyorsan átrajzoltam neki, egy nagy pszichikai játék volt, mert nem volt hatásköröm, mert nem volt védett nyilványítva, és akkor nagyon szépen a Gyulai Cukival együtt egy időben megcsinálták, ott az akkori áfész volt, és akkor én adattam is nekik kitüntetést. A második Andrásról elterjesztették azt a rémhírt a totális francia állam szempontjából, ahol mindig is a birtok 90%-a a király és az állam kezében volt, hogy szétosztotta a király birtokat, és ezért meggyengült az állam. Na most én, mint építészet történész pontosan látom, hogy az ő intézkedései nyomán van épített örökség a 13. században Magyarországon. Azelőtt nem nagyon van egy-kettő szorvány, van 12. században nagyon kevés van. Tehát mit csinált? Az udvarból szétküldte a használható embereket Európát csinálni az ország mindenféle területére. És elindult egy nagyon virágzó gazdaság, amit aztán ugye egy kicsit tönkretettek a tatárok, de aztán a IV. Béla ezt újra rekonstruálta. Tehát leosztott állami feladathoz rendeltek pénzforrást. Az lehetett föld, lehetett hídvám, lehetett malom, kutyafüle. És ugyanez a feladata a kastélyoknak is. Tehát ahhoz, hogy valaki elmenjen a világ végére, ott neki egy kulturális oázist kellett létrehoznia. És például az Eszterháza, ugye mondják, hogy ott volt a Haydn, meg muzsikát, meg opera, meg stb. Az nem egy úri passzió volt, az egy nagyon komoly leosztott állami feladat volt, mert 1760-ban a Mária Terézia létrehozott egy olyan törvényt, aminek a fő mondata az volt, hogy a magyar ifjúság műveltségének a felemelése céljából létrehozom a magyar királyi testőrséget. Ez egy gyakorlatilag egy euromobil mesteri kurzus volt, 5 évig tartott, a vármegyék delegálták oda az embereket, és a zenetanáruk volt a Haydn, világhírű zeneszerző, az irodalomtanáruk a Besenyei, az építészetbe a Hefele, a kertművészetbe a Jacobi, megtanultak latinul, franciául, olaszul és németül, és utána ezek annyira használható emberek voltak, hogy egyrészt visszamentek a saját vármegyéjükbe Európát csinálni, ezért van, hogy a világ végén csúcs teljesítményű városi épületek vannak, városházák, megyeházák és
kastélyok, templomok, stb. A másikat, a második József meg nemzetközi diplomáciai pályára kötelezte őket. Mert ezek voltak azok, akik szellemileg egyenrangúak voltak az akkori európai értelmiségben. Tehát ez tulajdonképpen a kastélynak a szerepe. Tehát az egyébként mindig, most is vannak vezető emberek, akik valamilyen úton, módon eljutnak egy vezető pozícióba, hogyha nagyon okos, akkor megtartják őket, ha nem okos, akkor elfelejtik őket. Ugye? Ezek a politikusok. Na most ezek között, ugye most más a gazdasági háttér, tehát mi ilyen, hogy mondjam, tehát természetesen minden családban, ezek ugye aztán örököltek egymásra, minden családban vannak kevésbé okos gyerekek. Na, ezek azok, akikre nem bíztak rá semmit ezekbe a családokba, tehát komoly kormányzati funkciókat. Ezek elmentek a kávéházakba, azokkal találkoztak az írók, és azt hitték, hogy az az arisztokrácia. És akkor ezek a dehonestáló regények születtek, hogy na mindenki hülye. Tudom én, holott ők az értelmessel nem találkoztak, csak azzal, akit nem lehetett semmire se használni, ezt a család is tudta. Tehát ezért nagyon vigyázni kell. Tehát egy kastély Magyarországon mi társadalmunk számára nem más, mint egy olyan építészeti, összművészeti csúcs teljesítmény, amit valaki által a nemzet elért, és az a nemzeti. Ugye ma hozzá az, hogy egy-két helyen mondjuk fotón a család éppen visszakerült, az mondjuk inkább érdekesség, mint politika. Ugye? Tehát, hogy ott vannak. Az tulajdonképpen jó, mert egy hangulatot képviselnek, vagy Eszterházán a herceg, akinek nincs semmije gyakorlatilag, mert még az ausztriai vagyonból is kiforgatták, leül a hangversenyeken, és mond előtte egy beszédet, és mivel több nyelven beszél, akkor a külföldi vendégeknek is elmondja, hogy miről van szó abban a muzsikában. Ez a jelenlegi funkciójuk, de tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy olimpiai aranyérem. Ugye, gondoljunk el, azt is a nemzet valaki által elérte, és örülünk neki. Vagy egy Nobel-díj. Csak a másik kettővel szemben egy kastély sokkal hasznosabb, mert a helyreállításba kenyeret ad az embereknek, a működtetésbe, az idegenforgalom vonzásába, és így tovább. Tehát én arra gondoltam, hogy úgy kellene, hogy valamilyen túra láncokat készíteni, akár Budapest körül egy körgyűrűt, amit most el is kezdtünk mondani, ugye? Vagy elmenni Sárospatakig, meg vissza, meg stb. Mindenütt 15 kilométereken van valami izgalom, és akkor körülbelül ugyanannyi látogató és fizető vendég mindenkinek jut. De ha mindenki külön-külön próbálgatja a maga kastélyával ilyen kis körgyűrű, az nem fog menni. És hát tulajdonképpen ez lenne a jó. Tehát én mondjuk, amikor ezt a feladatot végeztem, akkor tulajdonképpen azt a magas műveltséget próbáltam a nemzetnek visszaadni, amit egyszer már elért, csak a történelem mindig el akarta tőle venni. Ugye? Tehát gondoljunk bele, 110 opera volt repertoáron Eszterházán, de nem azért, mert hogy ott egyedül ült a herceg, hanem a legértékesebb magyar ifjúság ott volt. Ugye? Ebből ma egyet se lehet előadni, mert nincs olyan operaház, mert még a Várszínház sincs megcsinálva rendesen, holott az az apparátus, aki a herceg halála után eljött Budára, mert a parlament is itt volt már, ugye Országház utca, a Várba, stb. Akkor ezt most rekonstruálni kéne, hogy azt a magas színvonalat, amit már 1700-as évek második felében Magyarország elért, azt tudjuk produkálni. Ugye? Tehát ez is egy nagy probléma a történeti kastélyszínházaknak a kérdése is. Hát különösen ez mondjuk egy 500 személyes, tehát ez pont a legjobb méretű, 550 szék volt benne. Várszínházban most van 220 meg vasbeton, de most be is zárták, hál' Istennek, úgyhogy abban reménykedem, hogy azt visszaállítják majd. Mindenesetre küldtünk a miniszterelnök úrnak ilyen nagyok. Na, hát kérem szépen, Kondorosi csárdának ez egy új épülete, ez be volt csomagolva, és így nézett ki. A csárda itt bújik mögötte, itt megy hátra. Ugye? És ez olyan ócska ház volt, hogy a födém így belógott, mert ilyen botokból voltak a gerendák. És akkor, hát én annyit csináltam, hogy leszedjük. Én meg be volt falazva a tornác. Ugye itt van az utcai rész, amiben belefut. Hozzáteszem, hogy a fedélszék kontyolt volt mind a két irányba, de itt ki van egyenesítve, ez is egy érdekes dolog. És hát aztán, hogy mit lehet kezdeni egy csárdával, itt az alaprajz, ez bekerült a középülettervezési tankönyvbe az egyetemen. Ez az én kis füzetemből van. Tehát van egy ivó, mögötte van egy konyha,
két bubosnak is a nyomát megtaláltuk, ezeket visszaépítettük a két bubost. Ez volt a csárdás szobája, és itt volt egy kereszt folyosó, és itt vannak a barokk kályafülkék. Volt három vendégszoba, egy nagyobb és egy ilyen két szobás. Ezt tudta, ez pedig a pince, egy borpince és egy pálinkás pince. Nagyon érdekesek egyébként a szerződési előírások, hogy megfelelő szép, tiszta ágyneműt kell biztosítani. Három évenként meghosszabbították a szerződést, tehát hogy nehogy közben elzűjjön. Akkor finom hegyi bort kellett, viszont finom hegyi bort kellett biztosítani. Azok általában egri borok voltak, mert ugye függőlegesen az volt fölötte. Na kérem szépen, ezt akarták lebontani itten, mert hogy vizes volt a fala, mert a szódás itt volt. Ide rakták be az zuhanyozó csöveket, mert azt már én raktam föl, és ezt a két ablakot össze akarták szakítani bárpultnak. Most kérem szépen, hát ez lett belőle, ugye? Itt ide rakattunk át, ez mondjuk tűzfalként is jó, ezt megrövidítettük, új gyönyörű famennyezetet készítettünk neki, és ezt pedig kiszabadítottuk, és ez így helyre állítva, és még ilyen piskótás bútorokat is raktunk bele. Ezeknek nagy részét eltulajdonította valaki, mert a privatizációba ez hintázott, aztán egyszer csak fejhez csapott a polgármester, hogy hát Kondoros, a csárdáló híres, akkor elcsinálják meg a csárdát, akkor mindent visszacsináltak, és nagyon szépen, csak olyan nagy lendülettel, hogy a csárda barok magtárát is elbontották, mert körbe volt építve mindenféle házzal, és azt is elbontották. Közben akkor már ugye nem én voltam a felügyelő, tehát nem tudtam odafigyelni. Csak egyszer csak láttam, hogy előtte van egy óriási nagy gyep. Na hát itt volt egy kérésük nekik, hogy ezt hagynyissák össze, hát én mondtam, jó, akkor egy füstvezető gerendával hagynyissák össze, a bubost visszaraktuk, és hát lett. És a faluba gyűjtöttek mindenféle régiséget, és akkor hát itt is lett egy ilyen terem. Ezek még az avatás utáni képek, és hát két szobát be is rendeztek. Először még arra gondoltuk, hogy itt még meg is lehet aludni, de aztán ebből múzeum lett. Sőt, még egy ilyen kis pásztorkunyhó fürdőszobát is kapott volna, de aztán ez meg is nem. Na kérem szépen, ide takarították, innen bontották le sajnos a magtárat, és itt körbe volt építve mindenféle boltokkal. Tehát teljesen el volt csomagolva az egész, nem lehet látni, és hát ez lett belőle. És hát kérem szépen, azóta a gémes kutat azt megtalálták és helyreállították, az rendben van, úgyhogy most hát itt vannak a nagy rendezvények előtte. És kérem szépen, ez általában mostani állapot, ugye itt ez a nagy terem, hát itt már sajnos nincsenek meg a piskóta székek, egyik szobában még összegyűjtötték. Ez az ivó, ezt a nagy kocsma vedútát, ami ilyen betyáros, ezt átrakadtam én a másikba, csak visszahozták ide, mert ez úgy belóg egy kicsit az ablakba. És hát itt a konyha, a füstvetőgerendákat visszarakadtam, és hát itt a tűzhelyeket is meg. De ez is múzeum, tehát hogy itt ezt nem használják üzemként, bár ez elég nagy, tehát mondjuk akár egy ökröt is meg lehetne forgatni. És hát itt voltak azok a titkos dolgok, hogy volt egy lépcső, hát ezt aztán végül is nem hagytuk meg, konyhába föl lehetett menni, és a konyha kupolája fölött volt egy ilyen kolbászfüstölő kamra, és mondták, hogy oda bújt el a Rózsa Sándor, és kétségtelen, olyan több rétegű a kémény, és az a kéményben van egy szellőző, ami a pincének volt a szellőző aknája, és akkor azt mondták, hogy a Rózsa Sándor abba bújt bele, és így lecsúszott a pincébe, és akkor elment. Tehát elképzelhető, én nem mertem belemászni, hogy esetleg beszorulok. De hát lehet, hogy a Rózsa Sándor sovány volt, mert nem kapott sok enni, és akkor így. Tehát ez most így néz ki. Tehát megvan az a történeti hangulata az egésznek, és egy híres ilyen olimpikon sportoló vezeti, mint ilyen séf, vagy nem tudom, ilyen főnök, tehát mondjuk egy ilyen, hogy hát egy olimpikon az mindig valami rendszerhez szokott, rendet tart meg mindenféle. Úgyhogy hát most ugye az a kérdés, hogy a kistarcsai csárda megvan-e, ugye, és hogy abból mit lehetne csinálni, illetve mit lehetne csinálni a fóti csárdából, hát ezeket csak azért mutatom, hogy veszünk egy mély lélegzetet, akkor vissza lehet hozni azt a színvonalat, amit egyszer a nemzet már elért, ugye? És ez ráadásul óriás élvezetet hoz egy műemlékvédőnek, hozzáteszem, hogy valamit így helyreállítani, hát annál klasszabb élvezet nincs. Még öntötve a skályát is szereztek, ez ugye a kályafülkébe van, és hát egy ilyen... És hát itt van a kis szoba. Hát, hogy közben mi változott, mi azt meg kéne nézni.
a képeket összehasonlítani, hogy na hát itt van ugye a kályafülke, a barokk kályafülke. Most ez abban a szempontból érdekes, mert ide rögtön mögéje tettem a kisbagi csárdát, a Grassalkovics féle, ugye a gödöllői csárdát, ami szintén megvan, de ős káosz állapotában van, és hogyha nem állunk hozzá szakmai szeretettel, akkor hát úgy, ahogy esik pufan, hát használják, ahogy gondolják, és hát ezen ezt lehet látni. Hát ez most egy ilyen kondorosi képsor, csak azért, hogy úgy gondoltam, hogy kiszedek belőle, itt van a padlás, na, itt van egy ilyen szellőző, amin át lehet ugrani, itt meg benne, ez a füstölőkamra belső, ahol elbújta a Ruzsa Sándor. Na hát akkor kijövünk itten, elmegyünk a pincébe. Ez a nagy boros pince, és az előző volt, azt hiszem a pálinkás, ebbe csináltak valami ilyen égetett szeszes italos helyiséget. És hát ott a végébe volt neki az a pont, ahol ugye kiérkezett a szellőző, hát hogy aztán be kimer bemászni, nem tudom. De most kérem szépen, itt azért hálásak a helyiek, és ez nagyon tetszik nekem, de kérem szépen, kiraktak engem a fényképemet ide a bejáratba. Kétségtelen, hogy a halálból lett visszahozva, tehát ez, hogyha én hozzá nem nyúlok, akkor abban már semmi nem marad. Együtt a konyhát megtartották volna, mert az úgy benne volt. De itt éppen mutogatom a fényképeket, hogy nézett ez ki. Ez az a másik ház, amire szép fa mennyezetet csináltunk, de ez volt a botos mennyezetű. És hát itt egy ilyen korszerű kultot is raktak be. Hát ez már az én időm utáni dolog. Este még ilyen cégért is csináltattunk egy díszműkovácsal. És hát az is, hogy egy zászló van, kérem szépen, ez 86-ban egy óriási tetót, hogy nem engedtem felrakni a vörös zászlót. Mert mondtam, hogy csak egy zászló volt az elején. Komolyan ezen, ma már ugye semmi. És úgy elfogadták. Mondjuk én azért vörös csillagokat is szedettem le Mezőegyesi Városházáról már 78-ban. A szegedi Klazátéren lévő Démász székházra, ami egyébként Európa szálló volt, volt egy 2 méteres vörös csillag, azt 82-ben szedettem le. Le is jött a pártitkár, hogy ezt úgy gondolom. A Mezőegyesi Lovardáról is. Tehát szóval voltak ilyen műhát, úgy lehetett hivatkozni műemlékre és akkor közben. Na hát ez meg úgy az este. És akkor kérem szépen, itt van rögtön ez a kisbag. Tehát, hogy a gödöllőnek is van egy ilyen csárdája. Ez itt van a delelő csárdának hívták egyébként a katonai térképen. Ez a Wachhaus, tehát ez a csárda. Na most ez mondjuk 6 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 8 évvel ezelőtt így nézett ki, akkor építettek elé most egy előtető. Aztán ez megint a régebbi állapotja, ez a mai, mostani állapotja. Hát látszik, hogy egy 200 éves házról van szó, vagy több mint 200 most már. De hát úgy van az őskád, most itt minden össze van nyitva, tehát ezek, amiben ez a nagy diadalív össze van, ezek kályhafülkés vendégszobák. Itt van egy borda, itt valószínűleg valami keresztfolyosó volt, és mögötte is vannak még az is. Megnézzük, hogy mit művel a magyar ember, ugye? Itt van a kéménytisztító ajtó, tehát biztos, hogy ez egy folyosó volt, itt van az ugrik is a mennyezet. Itt a belsejébe is egy pillanatra befényképeztem. És akkor mögé megyünk, és beraktak a kályafülkébe, itt a kályafülkébe, mert fogjuk jobban látni, a barokk kályafülkébe a kettő közé keresztbe egy kemencé. Szóval itt van a barokk kályafülke, ugye? És úgy itt a keresztbe a szomszédszobát is összenyitották, és egy izén, hát ez most a kastélyban van, tehát egy kályafülkébe kályha való, és mondjuk ez egy ilyen 1790-es, 1800-as kályha. Na, ugye itt van ez az egyik szoba, ez a másik, itt van a két kályafülke, dur keresztbe egy keresztbe. Tehát ez, amikor az ős káosz él. Most hát ezt ugye szakmailag helyre kéne rakni, mert megvan a ház, és tudom én, nem is kicsi, hozzáteszem, tehát ez nem olyan pici, mint a Fóti csárda, ugye, ami egy ilyen egyszerű parasztház méretű. Na hát kérem szépen, ugye ez a kis bagi csárda. Itt van egy pincéje, az itt ez a raktár. És akkor itt megfordulunk és megyünk, na most ugyanazokat meg fogják látni barokkba. Tehát ugye akkor elmegyünk a borházhoz. Ez itt van, ugye itt a kastély, Gödöllő,
És itt egy kis sugárút, itt volt a borház, és egy nagy szőlő volt itt mögött, tehát abból már nem sok van. És volt egy másik sugárút, ez vitt át Babatra. Egyébként itt van a Mária Besnyő, tehát ugye ezekről lenne még szó, ha kibírják. Szusszal én kibírom. Na kérem szépen, itt van a borház. Most ezt ugye rám volt bízva a Gödöllői kastély az elején. Ugye aztán a Gémesi elvitte, mert hogy legyen bele KFT, meg ő is belebeszélsen valami csapatba. Én megvettem volna 10 millió forintba került akkor, mert azt hiszem, hogy patyolat volt benne valami, vegytisztító vagy ilyesmi volt benne, és akkor hát lehetett volna ugye a kastély programon belül kimenni a borházba, meg egy kicsit borosokat is oda csábítani. Itt van egy elalakú épület, ennek akkor még voltak mindenféle barakok rajta. Ugye ez egy másik, ez a hármas sugárút, ez egy ilyen római dolog, meg Eszterházán is van. Hát ő is próbálkozott egy ilyen hármas sugárút, ez megy Babatra, ez volt a borház, ez meg észak felé a völgyben. Itt van, amikor királyi tulajdonban volt, akkor már a szőlő már csak ilyen pici volt hozzá. Most itt egy utca megy el, és összesen a telke ekkora így körülbelül. Már. De még mindig nem ártana szőlőt ültetni. Ez egy archív kép. Na most itt kérem szépen van egy nagyon rövid ilyen kis mondóka ebben kapcsolatban. A Nemzeti Színház telkét itt adományozza harmadik Grassalkovics Antal herceg. Hát nem olvasom föl, mert ez hosszú lenne. A lényeg az, hogy eljöttek telket szerezni, és elég komoly emberek ültek ott az asztalnál, amikor a herceg éppen itt volt. Azt még talán felolvasom, azt, hogy Podmanicki, András és János, tehát a két Podmanickit, a kastély bal és a jobb szárnya, gróf Rádai László, és gróf Teleki Samu, és vele volt unoka öccse, a későbbi híres Teleki László, ugye ez az, aki 61-ben öngyilkos lesz, mert hogy ott szerintem meggyilkolták. Tehát amikor az a Ferenc Jóska féle ijegység volt, hogy mégiscsak itt indul valami. Hát ezek ilyen archív képek, hogy itt kiindultak. Mindenesetre itt volt valami asztal, és akkor arra tette ki az iratot az illető. Na, itt van a pincéje. Ugye itt van a ház, ez egy baraknak a nyoma, ez már elbontották ezt is, és hát ez ilyen 9 méter széles. Hát ez egy templomhajó ekkora, hát gondoljunk el. És akkor itt van még tovább, itt sorakoztak nyilván a hordók, itt már lehetett valami rendezvény, bár itt is lehet látni valami gerenda nyomokat, ami a padlónak, tehát a hordópadlónak volt a helye. Hát itt van ez a valami, ez is. A végén megvette az a kivitelező, aki a kastélyt állította helyre, és azóta is az ő kezébe van. De nem tud vele mit csinálni. Úgyhogy kérem szépen, ez a kis alagút része, és akkor itt fönt volt egy kis pavilon, itt még valami ilyen kandalló is van, és ez pedig egy ilyen kéthajós csarnok, hogy ez pontosan mi lehetett, magasan vannak az ablakok, olyan érzésem van, mintha istálónak használták volna, de elég furcsa. Minden esetre most egy nagy lakodalmakat itt is lehetne tartani, ugye? De ez meg alszik így, horkol ez a ház, ugye? Ez régebben fényképeztem, akkor még itt voltak a toldalékok, marha nagy rendetlenség, építőipari rendetlenség volt, aztán egy kicsit kipofozták, de most is így van így elgazosodva az egész. Itt ez a régi kép, ugye, gyönyörű pavilon, és van benne egy kandalló itt, meg egy sporhet. Hát ez nem tudom, ezt én repróztam egy ilyen dokumentációból, hogy ez pontosan most, hogy van, azt nem tudom, de minden esetre ezzel valamit kéne kezdeni, mert mégiscsak az országnak mondjuk a legpompásabb borháza. Na hát szóval kérem szépen, itt van, és a mögötte ugye van az a nagy pince, annak itt vannak a szellőzői. Ezek a szellőzők, és egy a dokumentációban volt egy ilyen képsor a többi szellőzőről is. És akkor itt meg a kastélyból lebontott faragott kövek, a lábazati kövek is itt vannak, azt nem nagyon értettem, hogy ezt minek kell kicserélni, egy barokkori vörös márvány lábazatú túljat.
Úgyhogy ez a helyzet. Most tejkóstolás a barokk korban. Hát kérem szépen, Chantilly, az Párizstól északra van, és mondjuk a barokk korban ez a király öcséjé volt, a Condé. Ma a Tudományos Akadémia mutogatja egyébként, a Francia Tudományos Akadémia. De megnézzük ezt az alaprajzi együttest, itt vannak a manipulációs helyek, ahol a sajtot meg egyébként csinálják, és itt pedig a kóstoló, a tejkóstoló, ami tele van ilyen hűtővizekkel, meg egyebekkel, meg jégtartóval, és hát kupola terem, ugye, a tejkóstoló szalomba. 1770-es éveknek a dolga. Ugye Marie Antoinette is csinál, de az a kis Trianonban egy ilyen kis faházas rendszer. És kérem szépen, ez egy nagy márványasztal, amire ki lehet tenni a dolgokat, és ezek a patakok szerintem arra van, hogy közben hűtsék a tejeket, hogy nehogy megromoljanak. Hát ez egy tervrajz, na most hát ilyesmi a mi kis babatunk, úgyhogy ezért mutattam. De van még közben egy nemzetkülföldi példa, ez a Lednicében van. Tehát ha elmegyünk úgy Csehországba, hogy nem megyünk be szlovák területre, felvidékre, akkor ezen keresztül kell menni Csehországba közvetlenül. Tehát ez a Lednice-Valtice, ez a határ. És egy fantasztikus nagy Liechtenstein kastély együttes parkkal, tóval, folyóval, minarettel, pálmaházzal, minden van. Kerti pavilonok, két második barokk kastély, romantikus kastély, stb. És ehhez tartozik egy ilyen tehenészet, aminek van egy tejkóstoló szalonja. Ez olyan 1790 körüli lehet, és ebbe van a tejkóstoló kupolaterem. Kérem szépen, és erre felébe a puposba azért van, mert itt körbe voltak a tehenek, ott parkoltak a tehenek bent, és ott rögtön meg lehetett őket fejni. Hát persze volt több is oldal, csak a legfinomabb, meg a legjobb tehén, meg nem tudom meg, hogy legyen mutogatóba. És itt látjuk belülről, ezek már a tehén istáló termek, és itt talán fogunk látni egyet, itt a vájúhoz, ugye a tehén az vájúból eszik, tehát itt a tehén helye, és ez már a kupola terem. Ugye, hát itt ablakon keresztül kellett befényképezni, itt most éppen hintókat tartanak, és hát egy nagyon szép mennyezete is van ilyen nagyon díszes kupolával. És hát ugye nekünk is van egy ilyen babatpusztán, ugye ez a babatpuszta, ugye ez itt van Mária Besnyő, itt volt a kisbagi, itt volt a borház, az ez a borház, itt közben elmegy az autópálya, de ezt úgy lehet megközelíteni, hogy itt a autópálya alatt átmegy egy út ide, valahogy itt van keresztben egy út, és akkor ott lehet átmenni. Itt vagyunk, ugye ez a babatpuszta, ez a kastély, ugye itt van a borház, itt van a Mária Besnyő, itt a babat. Tehát ezt úgy hívták, hogy a tehenek kastélya. És itt viszont tényleg érdemes felolvasni, amit a Pagé ír belőle néhány sort. Ugye itt van most az autópálya, itt megyünk át, és itt van ez a bizonyos dolog, ez a kastély. Ugye ez a kastély, itt van a borház való, a sarokba, és akkor... Na hát kérem szépen, itt van a tejkóstoló, itt a kupolaterem. Ezeket már eltüntették, itt egy óriási nagy libatelep volt, eszméletlen környezetszennyezés, ez a Rákospatak egyébként. És aztán ez megszűnt, és most már teljesen be van zárva, és mázik szét. De hát itt van, ez ilyen 1790-1800, itt a kupola teremnek a felülvilágító laternája, és tele van domborművel az első és a hátsó timpanon. Itt lesz egy ilyen napfényes rész, tehát ugye itt vannak a csirkék, ugye ez alatt akkor ló, liba, kacsa. Hát itt két alkalommal fényképeztem, egy kicsit fog látszani a különbség is a kettő között. Tehát ezek a legjobb fajta, most ugye ez össze van nyomva ez a kép, nem tudom mitől van ez egy. Ugye, és ott még azt hiszem, hogy kakas is volt, lyuk is volt, ez másik fényviszonyba. Egy gyönyörű dolgok. Hát hogy ki lehetett a szobrász, talán Dunaiszki Lőrinc, vagy valamilyen hasonló kiválóság, és itt a kupola termünk. Ez nagyobb egyébként, mint a lednicei dolog. Kérem szépen, ez olyan kupolaterem, mint a Nemzeti Múzeum kupolaterme.
Csak ez 30 évvel régebbi, mint a Nemzeti Múzeum kupolaterme. Ugye az 1830-as, ez valamikor 1800 körüli lehet ez a valami. Hát kérem szépen, gazdag ország vagyunk. Most a probléma az, és ugye még van ez a bizonyos 60 nagy gombosi major, amely a Grassalkovics udvar megint nagyon pompás, ugye van Tehén udvar, Ló udvar, Gabona udvar, és olyan a Tehén istálója, ilyen oszlopcsarnok, mint a Pilvax kávéház, csak annak a 20-szoros a méretben. Tudom én, gyönyörű oromzatokkal, és mindegyik a Gödöllői Egyetemhez tartozik. Hát milyen erkölcsel tanítják az agrár szakembereket a Gödöllői Egyetemen, hogyha pont a legértékesebb a magyar mezőgazdaság méltóságát képviselő legpompásabb agrártörténeti épületekkel így bánnak. Ugyanez a helyzet egyébként a Jomboson is, szóval ezt például nem ért. Ugye, de gondoljon bele, egy ilyen ház mondjuk egy nagy kastélyhoz képest, ez mégis a kastély helyreállítás folytatódik. Na hát szóval itt a másik oldalon, itt tehénkék vannak, hát egyébként is ugye ez egy tehénház. Hát nézzük meg, mit ír erről a Pazsé. Ez 1839-ben megjelent ez a Magyarország és Erdély, és ezt mindenképpen érdemes meghallgatni. A tehenészet épületét csinos kis villának nézni az ember, belépve elegánsan bebútorozott fogadó szobában találjuk magunkat. Ez a kupola terem és az udvar közötti terem, amiről én nem is mutattam fotót. Ebből egy kör alakú terem nyílik, melynek mindkét oldalán spaletta ajtó vezet a tehén szalomba. Vagy minek is nevezzem, mert istálónak már csak mégsem hívhatom. A helyiség közepén, kereszt alakban széles járda húzódik, mellette vagy 100 tehén sorakozik, kereszt négy elágazásánál, tehát ez a könyökében, egy-egy pompás bika, elképzelni se lehet illedelmesebb társaságot, még a bikák is csak sotto voce, tehát hogy halkan bőgnek, nem ám úgy, mint más közönséges társaik, mikor közölni kívánják uralkodói óhajaikat nemes hölgyeikkel. Na hát szóval, kérem szépen, 1839-ben jobb volt a helyzet, mint most, pedig gondolom, hogy az ország most gazdagabb, mint akkor volt. Úgyhogy hát erre is föl kell figyelni, nekem az a gyanú, hogy azok a döntéshozók, akik ezt dönthetnének, nem is tudják, hogy ez van. Tehát mondjuk persze szólni kéne nekik, csak néha magukhoz se engednek. Szóval ez a nagy gond. Itt van például a macska, amikor eszi a kis tejecskét, ugye? A néni éppen fej, ugye? De hát ez egy ilyen antik görög hősnő kinézete van. És hát itt is a férfiú. Ez egy görög szobor. Itt különböző korban készültek a képek, valamikor kicsit maszatosabbak a szobrok, valamikor tisztábbak. Meg kell mondani, hogy a tisztább fotók régebbiek, mint a maszatosak. De az is már vagy 5 éves. Úgyhogy kérem szépen ez a... Itt vannak a kecskék, meg a gyerekecskék. Galambok. Sajnos szét van ez az egész házva, szóval egy eléggé szomorú történet. És hát itt nagyon szépek ugye a kapuoszlopok, a nagy ív hiányzik, ami az alaprajzon volt, azt nyilván helyre kéne állítani. És hát itt van egy nagyon fontos idegenforgalmi hívogató tábla, a telepen dolgozókon kívül más személyek. Na. Egyébként ahogy én ide bejussak, mert akartam vele foglalkozni, megnyomtam egy csöngőt. És akkor valaki, azt hittem a portás. És megkértem, hogy én vagyok, én szeretném megnézni, stb. Kijött. Kiderült, hogy ő volt az egész birtoknak az igazgatója. Tehát, hogy ez így van megszervezve, hogyha kijön az igazgató, hogyha be akarunk menni. Na kérem szépen, a Mária Besnyő az utolsó, tehát, hogy akkor a temetkező hely meg a dolog. A kastély az legközelebb lenne. Ez egy olyan dolog, mint a tihany. Csak egy baja van, hogy a fák eltakarják.
Tehát ez egy tájat uraló, ráadásul egy ilyen kanyarba van. Tehát persze az ember azt mondja, hogy vágják ki a fákat, nem biztos, hogy örülnek, de tulajdonképpen lehet, hogy a helyzetbe hozás miatt. Na most ezt a Meyerhofer János tervezte, a Meyerhofer Andrásnak a fia, ugye az András tervezte a Gödöllői kastélyt, a János a Pécelli kastélyt tervezte meg ezt, meg egy csomó mást persze, és egy gyönyörű ilyen rokokó kupolás valami, és ilyen több rétegű, tehát itt van egy alsó templom, ahhoz tartozik egy kripta mögötte, akkor itt van ez a felső templom, első szentély, akkor a Mária oltár, és mögötte egy másik. Tehát tulajdonképpen ugye találtak egy ekkora darab elefántcsont Madonna szobrot, amelyik miatt aztán az egészet itt ástak. Hát lehet, hogy volt itt valami korábbi templom. És kérem szépen, bár az Alte Kirche az a babatpusztai major fölötti részre van ráírva a térképre, és én azt nem tudom, hogy az ott még, lehet, hogy még meg se keresték, lehet, hogy ott találták, nem tudom, de mindesetre ide lokalizálódik. És aztán ezt ilyen óriási brilliánsokkal föltöztették, és akkor ez a stílusa alapján egy ilyen 1300-as évek elejé szobor. Hát kérem szépen, először bemegyünk a kolostorba. A kolostornak is van két nagyon fontos része, ezt kell tudni, hogy minden kolostorban van alapítói lakosztály. Tehát a húsvétra, pünkösdre bejönnek, és akkor végig a szertartást esetleg karácsonykor végigveszik, illetve hát olyan is van, mint például az özvegye a Grassagoly Csantalnak, ugye egyébként sem látott már jól, talán majdnem vak volt, az ide be is költött, és itt lakott, amikor már a fia, a második Antal lakta a nagy kastély. Tehát itt fönt van egy lakosztály valószínűleg a házigazdának, alatta meg talán a fiának. Tehát itt fogunk látni egy alaprajzot, tehát itt van egy ebédlőjük, és akkor van egy férfi szoba, egy női, meg esetleg egy gyerekszoba. Ugye, tehát ezek azok a kis, tehát tulajdonképpen egy kúria be van építve. Na most visszatérve ugye kis tarcsára. Itt az 1842-es térképet elfelejtettem szólni, az a nagy ház, ami régen a plébánia volt, az már rajta volt. Az, hogy most van neki egy krinkelt égre homlokzat, az valaki átöltöztette 1880-as években. Ez Váci püspöki birtok volt. Ez azt jelenti, hogy itt volt annak az uradalomnak az ispánja. Most a hierarchia egy ilyen, ezekben, hogy írnok, ispán, számtartó, tisztartó. Hát itt vagy egy számtartó, vagy egy ispán lakott, de biztosítania kellett két szobát a püspöknek, akkor a két kanonok, meg egy titkár, ha mennek kanonika vizitációba. Tehát van benne egy kis püspöki rezidencia is, és plusz még a intéző családja. Tehát ez belül lehet, hogy ugyanolyan izgalmas, mint mondjuk a Gyulai Biedermeier cukrászda, mert körülbelül azzal egy idős. Tehát én azért ezt megnézném belülről, meg általában ezeknek mindig megvan a tervrajza a püspöki levéltárban, mert millió plebániának van meg a rajza. Tehát egy kicsit jó meg kéne nézni, és akkor nyilván ott volt két épület, most nem tartunk oda, gyakorlatilag egy kocsiszín, meg egy istáló, és akkor mögött egy óriási kert. Ugye, tehát, és ezért lehetett az plebánia, mert ugye eleve papi tulajdonban volt. Tehát, és ekkora plebániát nem építenek egy olyan faluban, hogy nincs templom. Tehát ugye érződik az összefüggés, hogy itt egy uradalmi épületről van szó. Na hát kérem szépen, ugye ez az udvar, és akkor bemegyünk a templom. A refektórium és a barokk konyha mindig nagyon fontos. Tehát ezeket érdemes megkutatni, ezek új festések, lehet, hogy alatta van barokkori. Tehát ez mondjuk én nekem egy ilyen 1890-es vizitőfestésnek tűnik. És akkor bemegyünk a templom belsejébe, itt van a kupola. Szóval ez egy óriási dolog egyébként, hozzáteszem. Szóval egy nyújtott szentélye van, hogy van egy ilyen oratórium, és akkor még hátrébb van az érzésem, mintha előbb épült volna az a hátsó, és utána húzták elé. Igen, hogy nagyon pompás maga a gyóntatószék együttes, az is egészen fantasztikus rokokó épület. Tehát ilyen gyóntatószéke, nem is tudom, Pesti Egyetemi templomba még találnánk, és különböző szenteknek van titulálva. Itt van talán egy Szent Antal jelenet, és kérem szépen, ugye itt van az az oltár, amiben az a kis valami van, ugye, tehát egy nagy keretbe, egy kis keret, és akkor a végén még kisebb keret, és ott van ez a főzve persze szószék.
érdekes, ez egy ilyen igazi ilyen püspöki trónus, tehát ez a Szédesz azért ez látszik az, hogy itt. Egyébként ugye Gödöllő nagyon sokat volt a Migadzi bíboros, a Váci püspök, külön lakosztálya volt neki, hogy a színház előtti részen, sőt nyilván akkor a többi helyen is. Ő aztán bécsi érsek lett a Migadzi. És hát akkor itt szép díszítőfestés, szép ajtók, egyéb dolog, és hát akkor közel megyünk az oltárhoz. És hát itt a közepében ott van egy ezüst tokba, ez most ki lett szedve, ez egy kiállításba ki volt rakva, hogy könnyebben meg lehetett nézni, és ott vannak a brillek. És ezt a két képet még én csináltam egyetemista koromban, mert egyszer külön elkértem, hogy lefényképezhessem a szobrot, és akkor fönt volt a itteni atyának a lakásába, fönn a kolostorba, egy páncélszekrénybe, onnan vették elő akkor ezt. Tehát nem volt kint a templomban. És hát persze hozzátartó ez, hogy értetek, ez az oltár háta, itt rengeteg ilyen fogadalmi ajándék van, tehát az ima meghallgatásoknak az emlékére. És hát van még egy Madonna, és az is teljesen föl van öltöztetve mindenféle kis ezüst kincsekkel, amik fogadalmi ajándékok. Meg hát ugye ruhácskája is van. Itt a... És akkor lemegyünk az alsó részbe, és hát ott van a sírhely. Ugye ez a Grassalkovics Antalnak a szarkofágját, ilyen jelentős talán a Padányi Bíró Mártonnak van a veszprémi székesegyház alatt ilyen nagy szarkofágja. Egyébként a többieknek már csak ilyen kis bronz koporsójuk van, tehát a második és a harmadik Antalnak már.